Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Tóth Krisztina író, költő, lótartásra Kiskunságon és Nyílik a rózsa, ezek címszavakban a mai adásunk, érdemes megnézni a részleteket. Tárca a kedvenc műfaja, 8 éve rendszeresen megjelennek írásai a nőklapjában, köteteit német és francia nyelvterületen is folyamatosan olvassák. Tóth Krisztina József Attila díjas íróról, költőről, műfordítóról van szó, aki a minap vendégeskedett a Városi Könyvtárban. Az apropó a költészet napja volt. Akvárium, vonalkód, pillanatragasztó. Néhány az elmúlt években megjelent Tóth Krisztina kötetek közül. A kortárs magyar irodalom egyik legismertebb, legkedveltebb alkotója a Városi TK-ban mesélt olvasóinak. Amikor elkezdtem írni, akkor főleg verseket publikáltam, és hát csak a 2000-es évek közepétől jelennek meg prózaköteteim, de közben gyerekirodalmat is írok. Éppen most a Pécsi Színházban egy gyerekdarabom megy, a Pécsi Nemzeti Színházban, Évek Vándora címmel, Horgas Ádám rendezésében, ami ugye egész más, mint mondjuk a novella, vagy akár a gyerekvers, és legközelebb is egy gyerekkötetem jelenik meg a Móra könyvkiadónál, most könyvfesztiválra. Úgyhogy én ide-oda utazom a különböző műfajok, meg a különböző korosztályok között, és párhuzamosan csinálom mindegyiket, mert egészen másfajta, hogy mondjam, gondolkodás, egész másfajta közönség, de közben mindegyik én vagyok mégis. A nőklapjában most már 8 éve közlök tárcákat, és most már 3. éve jelennek meg a vasárnapi hírekben is tárcáim, és én nagyon szeretem ezt csinálni, mert rövid műfaj, nem lehet fecsegni, és üríteni kell, és nekem mindig izgalmas feladat, történetet megírni ilyen rövid terjedelemben. És a pillanatragasztó történetei közül sok éppen ezekben a lapokban jelent meg eredetileg, odaírtam őket, mert mondom, engem inspirál a határidő, és szeretem, ad egy ritmust az életemnek, hogy nyitott szemmel kell járni, és tudom, hogy vár a következő feladat. Tóth Krisztina írásain keresztül folyamatosan jelen van a hazai közéletben. Ír, gondolkodtat, mesél és szórakoztat. Teszi ezt ma, holnap és holnap után is, mert feladatok, tervek bőven vannak. Most jön ez a gyerekkönyv, amit említettem, anyát megoperálták. Utána pedig szeretnék összeállítani egy verses kötetet. Azt hiszem, hogy a következő könyv hétre jön majd a Magvető könyvkiadónál, most pedig április végén utazom Bécsbe, mert az Akvárium című regényemnek megjelent a német fordítása, Buda György munkája, a német változat, és azt követően pedig utazom Marokkóba, mert a Tangerben a könyvfesztiválon szerepel a Vonalkó című könyvem. Francia fordítása, ősszel pedig Göteborgba megyek a Pixel című könyv svéd megjelenése alkalmából. Úgyhogy ezek a rövid távú örömteli tervek, a hosszú távúak pedig hát próza, és hát nagyon remélem, hogy fogok tudni dolgozni is majd itt a sok utazás és könyvemutató között. Középkori monostorok a Duna-Tisza közén, egy elfeledett nemzetségi monostor Bugacon címmel Rosta Szabolcs tartott előadást a Torma János Múzeumban. A Bugac közelében található régészeti feltárás olyan tárgyi emlékeket hozott a felszínre, melyek európai jelentőséggel bírnak. Az előadó ezekre építve, ezek vonatkozásait kiemelve jellemezte a feltárt monostor történelmi hátterét is. Kukucs! Ez a címe a kecskeméti Ciróka Bábszínház Babáknak
pici kislányoknak és kisfiúknak szóló előadásának, melyet Halason a Közösségek Házában is bemutatott a méltán népszerű társulat. A Nyuszi és a medve története, a zenei kíséret teljesen lekötötte a gyerekek figyelmét. Sokaknak ez volt az első színházi élménye. A Halasi Média és Kultúra Kft. Alkotópályázatot hirdet a Város Napjához kapcsolódva a hagyományos halasi tárlat keretében. Az idén lesz 125 éve, hogy a mai értelemben vett kerékpár megszületett. A kerékpár Halason is népszerű, ezért esett a választás erre a témára. Várják a Közösségek Házába május 1-ig azokat a verseket, festményeket, fotókat, képzőművészeti alkotásokat, amelyek a halasi kerékpáros élettel vagy helyszínnel kapcsolatosak. Beküldeni maximum 3 darab pályaművet lehet, melyekből a kiállítás 2 kurátora, Szűcs Károly és Király Gábor kiválasztja a bemutatandó műveket. Az alkotásokat a Közösségek Házában május 6-án megnyitó ünnepség keretében mutatják be. Lótartás a Kiskunságon. Ezzel a címmel látott napvilágot a napokban Nagy Cirok László eddig csak kéziratban hozzáférhető kötete. A rendkívül érdekes, hiánypótló, főleg néprajzi vonatkozású alkotás fotóinak egy részét és a címlapot is a nemzeti ünnepünkön Kossuth díjat kapott Kunkovács László fotóművész készítette. Bevettek huszárnak, de lovat nem adtak, de lovat nem adtak, csak gyalog járattak. Kérem a kapitányt, adjon egy paripát, adjon egy paripát, jól viselem gondját. Az Alföldön, a Dél-Alföldön és szűkebb környezetünkben, itt a Kiskunságon is sok száz éven át az ember, a gazdálkodó ember számára a legfontosabb társ a ló volt. Nem véletlen, hogy Nagy Cirok László ebben a témakörben is maradandót alkotott. Fia legnagyobb örömére mostantól bárki kézbe veheti a vadonatúj kötetet. 10 évvel ezelőtt olvastam először magát a könyvet, mert apám kéziratait én örököltem, de fiatalabb koromban a munkájába sose avatkoztam be, és hát segíteni nem tudtam, mert más irányú érdeklődésem volt mindig. Én eddig csak úgy olvastam, hogy nem volt mellette kép, meg ilyen magyarázó ábra, azzal most telítve lett, úgyhogy én szerintem tudom ajánlani mindenkinek, aki nem szeret unatkozni, hogy olvassa bátran. Ő nagyon ismerte a lovakat, mert az ő édesapja az itt Kiskunhalason, hát ilyen szántóvető ember volt, illetve főleg szántó ember volt, több lova volt neki, és egy fölkapott szántómester volt. Úgyhogy hát valószínű ez vezette őt is oda, hogy a lovakkal különféle barátságot kötött. Én magam ugye hát 10 éves koromban ültem nagyapám tanyáján utoljára lovon, de hát ugye ez nem jelentett akkor nekem egy olyan maradandó élményt, mert vigyázni kellett rám, hogy nehogy leessek róla. A könyv megszületésében elévülhetetlen érdemeket szerzett a friss Kossuth díjas Kunkovács László fotóművész is. Én úgy vagyok etnografus, hogy nem tárgyakat gyűjtök, hanem ezt hívják vizuális antropológiának, hogy nem holttárgyakat gyűjtök, hanem szituációkat, vagy azokat a dolgokat lefényképezem, azokat a munkafajomat lefényképezem. Tehát ilyenek. Na most azért lótartásban is, hát ebben a könyvben van olyan képem, hogy a járgány. Hát mi a járgány? Most úgy, hogy az öreg autó, a fenét, hát ez a szónak a sokadik értelme, de a járgány ott, ahol a forgató nyomatékot, a ló adja meg, tehát a ló körbe jár, és az működtet vízhúzó szerkezetet, kukoricadarálót, és ilyet Tisza, Kécske, most Szent Király visszakapta a régi nevét, ott a Hóri dűlőbe találtam ilyet, és felmentem a galampadlásra, és a ló körbejár és darálja a kukoricát, tökéletesen, ugye, energiatakarékosan nem pöfékül, nincs bűz, nincs benzin, stb. És egy tanyát vidáman ellát.
A Lótartás a Kiskunságon című kötet a Torma János Múzeum gondozásában jelent meg. Ahogy az előbbi felvételeken is láthatták, ezen kívül természetesen a múzeum nem csak könyvbemutatók helye, hanem folyamatosan változó tervek és bővülő kiállításoknak a helyszíne is. A mai vendégem Szakála Aurél múzeumigazgató és Dóka József építész, szeretettel köszöntelek a stúdióban benneteket. Többször átalakult már a múzeumnak a belső tere, most egy nagy tervezés-szervezés közepénél tartotok, pontosan mi is ez a terv? Azzal kell kezdenem, hogy a Torma Jánosról elnevezett intézmény, már 65 éve ez a neve az intézménynek, Halasra vonzott Tormával kapcsolatos dolgokat a múzeumban. Torma múzeum van, Torma utca van, Torma szobrok vannak, és hát továbbra is ezt a célt szeretnénk szolgálni, hogy minden jobban megfeleljünk a Torma kultusz biztosítására, és hát a múzeumbővítést tervezünk, ahol sok nagybányai festmény és torma festmény lesz bemutatva. Röviden ez a lényege. A Bai gyűjtemény elhelyezésének, ami ugye megérkezett ide Kiskunhalasra, ennek vannak feltételei. Ezt hogyan lehet kivitelezni, ezt hogyan lehet megoldani? Tehát az a dolognak a rövid lényege, hogy Bai Miklós és felesége, Dr. Bai Miklós és Dr. Bai Éva úgy döntöttek, hogy Kiskunhalas városnak adományoznak 69 nagybányai festményt és szobrot, és ezt az adományt a város elfogadta. A szerződést megkötötték 2013 végén, tehát a Kiskunhalas város tulajdonába kerültek. A birtokbaadás nem történt meg, ez továbbra is ott vannak ezek az alkotások, eddig voltak. A szerződésben benne volt, hogy milyen módon kellene múzeumot megbővíteni. És a tavalyi év pedig a tervezés. Szólt, hát erre a Jóska tud beszélni, hogy milyen tervek alakultak ki. Már az előző tervek készítését is te végezted. Ez az újabb bővítés, ez mennyiben volt nagy feladat, milyen szempontok voltak, amik irányt mutattak? A munka nem most kezdődött, már 5-6 évvel ezelőtt, és akkor is már ezt az, ami első ütemben megvalósult, azt is kicsit úgy gondoltuk át, hogy ennek majd valamikor lehet folytatása. És hát igazából ez a bajféle adomány hozta meg ezt a lehetőséget, hogy a tovább bővítését is elkészítsük ennek az épületnek. Igazából a hely meghatározta, hogy a múzeummal, hogy ez egy intézménnyé válhassék, csak a múzeumnak az udvarán lehetett a bank felé folytatva az épületet, a bővítést megvalósítani. Most ennek az engedélyezési terve készült el, az engedélyezés folyamatban van. Egy 550 négyzetméter körüli hasznos alapterület lesz, összesen 3 szinten. A Bai Miklóséknak, vagy pontosabban Miklósnak személyesen egy olyan kérése volt, ez még véletlenül találkozott is itt a mi elképzelésünkkel, hogy lehetőleg szuterén szinten legyen az ő gyűjteménye elhelyezve. Hát az, ha megvalósul az épület, akkor itt az megvalósul az ő kívánsága. Ezen kívül a földszinten van egy torma galéria rész, ahova további tormaképek lesznek elhelyezhetők, és van egy nagy terem, ami megoldja egy teret, annak a terét, hogy itt előadásokat, rendezvényeket lehessen tartani, de megoldja azt is, ami jelen pillanatban nem megoldott a múzeum épületében, ugye, hogy a két nagy tormakép, ennek nincsen méltó helye, nincsen méltóan elhelyezve, és amit Aureltől hallottam, vagy tudom, hogy ha ez a tér megvalósul, akkor még egy harmadik nagy tolmakép is lehet, és hát ez lehetne Halasnak a három nagy képe, mint ahogy mondjuk Debrecennek a Munkácsi féle nagy hármas a kép együttes. És a meglévő épülettel pedig annyi történik, hogy most át kellett nyilván szervezni az egészet, ennek a földszintjéből alakítunk egy fogadóteret, és azt a megszűnő kerámia kiállítást, azt pedig fölhelyezzük az emeleti szintre. Tehát, és a harmadik szinten lesz elhelyezve ez a kerámia kiállítás, meg ami ott van, a bútor kiállítás, az ott marad. Építész szemmel mennyire más tervezni egy ilyen kiállító teret, egy ilyen belső teret? Mi az, ami nehezebb, vagy mi az, amire sokkal jobban oda kell figyelni?
Tulajdonképpen itt a praktikusság volt az elsődleges, mert a szempont az, hogy a lehető legtöbb falfelületünk legyen. Mert mindig azt számoltuk, hogy most megvan-e az az 58 méter, vagy annál kevesebb, mert igazából ugye, egy kiállító térben az kell, hogy a képek elhelyezhetők legyenek. De mindig nehéz magát az épület megformálását is, mert ugye ez meg egy nagyon szubjektív megítélés, van akinek tetszik, van akinek nem tetszik. Hát amikor hozzáilleszkedünk egy meglévő épülethez, akkor mindig nehéz eldönteni, hogy egy punitánabb megoldást válaszunk, vagy pedig annak az épületnek egy mai korban, de mégiscsak a motivumainak a másolását. Hát egyik mellett sem lehet letenni igazából a szavazatunkat. Hát én most igazából ezt az előzőt megoldást választottam, de hát nem én választottam, hanem ez egy közös alkotás, hogy ez a purizánabb megoldás. Aurél, miért lesz nagy jelentősége annak, hogyha megvalósul tulajdonképpen a baji gyűjtemény, illetve ennek az elhelyezése? Tehát Kiskunhalason jelenleg a Tornyos Múzeum, a Torma Galériában 15 torma festmény látható. 100 mű lesz itt Halason. Ez adódik a baji gyűjteménynek a 69 alkotásában. Úgy kell képzelni, hogy a Baji Miklósinak van egy 220 darabos gyűjteményük, abban vannak nagybányai festmények, modern festmények és magyar szoblók és masztikák. Ennek az egyharmad részét adják, adományozták Kiskunhalasnak, és a 69 műalkotás mellé, zárva mondom, ebbe 19 torma festmény van, 4 Ciffer, Sándor, egy Hollósi, a Hollósi képek ritkák, 4 Ferenci Károly kép van, tehát nagyon komoly anyagról van szó. Úgy szoktuk mondani, hogy az építés az mondjuk 200 millió, és az adományoz meg 400 milliót ér. Ez 600 millió együtt, amivel gazdagodik a város. És a szuterénből lesz 50 nagybányai kép, a földszinten 50 tormakép, az emeleten pedig a Népműszer Látványraktár, a Baji gyűjtemény, a Tolmános Múzeum gyűjteménye és a Nemzeti Galériától és más magánnyűjtőktől kölcsön kép együttese kerül itt Halason a múzeum kulturális új művészeti szárnyába. A legnagyobb vidéki nagybánya kiállítás lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és elmondták. Nagyon sikeres megvalósítást kívánunk ezhez. Köszönöm szépen. Köszönjük. A halasi Benjamin lakóotthon számára évek óta rendeznek jótékonysági koncerteket, hangversenyeket, különböző tematikus esteket. Ezek közül az egyik legnépszerűbb a Nyílik a Rózsa című népdal és nótaéneklési bemutató. A legutóbbinak a Tiszti Klub adott helyszínt, a főszereplők pedig tázláriak voltak. A tázlári alkotók és énekesek már hosszú évek óta főszereplői a Nyílik a Rózsa népdal és nótaéneklési bemutatónak. Önzetlenül szívesen állnak színpadra, minden lehetőséget kihasználva a jótékonykodásra. Tavaszi rendezvényükön a kézi munkakör tagjai is bemutatták legfrissebb alkotásaikat. 11 éve működünk, egy éve vagyok én a vezetője. Hetente egyszer szerda délután jövünk össze, most már 11 fővel tevékenykedünk. Hát megragadjuk a különböző alkalmakat a kiállításra, a jótékonykodásra. Hát különböző dolgokat készítünk. Van, aki himez, van, aki goblenez, van, aki horgol, tehát mindenkinek az egyénisége, amit hoz. Természetesen azért tanulunk egymástól is, úgyhogy próbáljuk a követni azt, ami tetszik, és kipróbálni azokat a dolgokat is, ami mástól tanulunk. A nagy teremben a népdal és nótaénekesek szórakoztatták a nagy érdeműt. A korábban megszokott idősebb korosztály mellett szerencsére egyre több fiatal is kedvet kap az énekléshez. Horváth Editkétől tanultam az éneklést első osztályos koromban és az iskolában. Martini Cékus Györgyi kért meg, hogy szerepeljek, és már 5-6 alkalommal lépek föl a színpadon. És hogyan érzed magad a színpadon? Milyen érzés kiállni a közönség elé? Nagyon vidám vagyok, és örülök neki, hogy megmutathatom a tehetségemet a nézőknek is. Látod-e, babám, ezt a te rózsát? Nappal nyílik, este járok hozzád.
12 éves korom óta éneklek, hát nekem tetszik ez a népdal, meg úgy vagyok vele, hogy nagyon sok kevés fiatal őrizi már ezt a hagyományt, és hát én jobban szeretem ezt a népdalt, meg a nótát, mint mondjuk ezt a mai diszkós verziót. Úgyhogy szerintem az a jó, hogyha még azért a fiatalok körébe is él ez a szokás, ez a népdal. Hetente azért 3-4 komolyan gyakorlunk, de 1-2 óra hosszát. Hát a drukk az benne van, az nagyon, úgyhogy azért a bátorító az mindig leszokott menni, mielőtt még a színpadon vagyunk. De amikor sikerül egy előadás, és ahogy tapsol a közönség, az többet ér mindennél, hogy na, akkor sikerült. Szóval nekem nem is az, hogy akkor most jó lett, vagy mit tudom én, hanem az, hogy a közönségnek tetszen. Az a lényeg. Holnap 17 órakor a Közösségek házában, a Forrás teremben Üvegvarázs címmel Holcsák Károly üvegfestő kiállítását rendezik. Ma este Mulatok címmel mulatos zenés est lesz a Sóstó csárdában szombaton 19 órától. Sztár vendégként Kacor Feri érkezik. 20-án hétfőn 19.30-tól a Városi Filmszínházban folytatódik a Pszichós sorozat. Ezúttal Pál Ferenc atya tart előadást a Magánytól az Összetartozásig címmel. 21-én kedden a Közösségek házában a Gyermekszínházi bérletsorozat keretében a Hahota Gyermekszínház a Csizmás Kandúr című mesét állítja színpadra. A nagy érdeklődésre való tekintettel több előadást is rendeznek ezen a napon. Április 23-án csütörtökön 17 órától Változtass meg az életed címmel Orovec Nóra tart előadást. Szintén csütörtökön 19 órakor a Városi Filmszínházban folytatódik a felnőtt színházi bérletsorozat. Ezúttal a Bermuda háromszög botrány kerül színre. 24-én pénteken 14 órakor a vasútállomáson a szovjet megszállás végének emléknapja alkalmából rendeznek megemlékezést. Beszédet mond Farkas Dániel alpolgármester. Közreműködnek a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói. Az elmúlt néhány napban nemhogy tavaszi, majd hogy nem nyárias idő volt, mégis most a tavasz köszöntés kerül előtérbe. A Haras Táncegyüttesből a vendégem Kornél Zsolt, aki a tavasz köszöntő gálájukról fog most beszélni. Szeretettel köszöntelek a stúdióban. Idén miért pont a tavasz köszöntő gála ötlete jött? Hát, ahogy említetted, hogy olyan gyönyörű idő van, tehát erre gondoltunk. Komolyra fordítva a szót, ez úgy szokott történni, minden évben egyfajta zárszámadást adunk a tanult táncokból, és vagy az advent időszakára tesszük ezt a bemutatót, vagy tavasszal, húsvét és a pünkös környékére. Az idén most erre esett a választás. A gálátokon van vendég meghívott is, melyik együttest várjátok? Igen, ez is lassan hagyománnyá válik. Minden évben mindig vannak más együttesek, testvére együttesek, akikkel közös munkánk van. Így az idén is egy rózsai csoporttal, a Csürdöngölő Táncegyüttessel fogunk közös műsort színpadra vinni. Ahogy említettem, ők rózsaiak, és ahogy közös táncaink vannak, amelyeket itt is láthatnak a közönség. Itt közben a 25 éves gálából láthatnak részleteket a nézők. Azt mondtad, hogy ez egy zárszámadás. Hogyan válogatjátok egy tavasz köszöntőre össze így zárszámadásként is a táncokat? Illetve hogyan tudtok utána összehangolódni az a másik együttessel, hogyan tudtok próbálni? Igen, tehát az éves munka, ugye általában a téli időszak az, amely a műhely munkával történik, kevesebb akkor a fellépés. Ilyenkor készülünk a nyári, a tavaszi előadásokra, és gyakorlatilag ugye a támogatók és a város előtt ilyenkor mutatkozunk be. Tehát ugye télen van a felkészülés, ilyenkor a bemutatók,
Mint ahogy említettem, ugye a húsvét és pünkösd köré rakjuk ezt a műsort, és ezzel kapcsolatban, ezzel a népi hagyományokkal kapcsolatos lesz a mondani valója is a produkciónak. Hol lesz hit története is, ahogy igen, mindig, ez mostanában azért attól függetlenül, hogy hagyományőrző együttes vagyunk, egy pici divat, ez, hogy mindig egy kis dramaturgia bele van csempészve a dologba, hogy egy picit eladhatóbb, egy kicsit fogyaszthatóbb legyen a néptánc. Hogyan álltok a próbákkal? Mi az, ami még hátra van? Te mit látsz belülről, hogy mi az, ami még szükséges, hogy minden simán menjen? Hát nagyon sok próba. Tehát a vezető általában úgy látja, hogy az utolsó percben sem áll össze a dolog, de azt gondolom, hogy a csapat nagyon lelkes, igyekszik mindenki a próbán megjelenni. Kicsit ilyenkor besűrítjük a próbákat, a heti 3-ból 4 vagy 5 van alkalmanként, most már az utolsó simítások vannak hátra. Mennyi időtök van a másik együttessel, a Csürdöngölősnek a tagjaival együtt próbálni? Nagyon nehéz összehozni egy amatőr csoportoknál ezt a közös próbálást, mert nyilván mindenki dolgozik, iskolában van, vidéken van, így az utolsó hétre maradnak ezek a közös próbák, egyet-kettőt fogunk tudni próbálni a próbatermünkbe, majd egy főpróba lesz azon a napon, amikor az előadás is lesz. Mondd el, légy szíves, hogy mikor és hol láthatnak benneteket azok, akik szeretnének megnézni. Igen, tehát jövő hét pénteken, szombaton, április 25-én a Filmszínházban lesz 17 óra 30 perckor a műsorunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Hát kívánom, hogy sikeres legyen a felkészülés, és sok vendéget is kívánok nektek. A mai műsorunk végén természetesen a jövő heti táncgálához kapcsolódunk. A 25 éves jubilai műsorból következik kettcsinálóként egy részlet. Én már ezzel köszönöm meg a figyelmüket, viszontlátásra, jövő csütörtökön.